tehát köszöntöm intézményünk dolgozóit, és külön tisztelettel köszöntöm régi dolgozóinkat és a kedves vendégeinket. A mai alkalommal nagyon kedves kolléganőnktől búcsúzunk, Ágikától, mindezekért, és több évtizedes kiváló munkája elismeréseként szeretném átnyújtani neki a szolgálati emlékérem, pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetést. Szeretettel gratulálok! Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Hát egy kis műsorral és egy dallal szeretnénk köszönteni őt is, hagyományunknak megfelelően. 40 éves jubileuma és nyugállományba vonulásának alkalmából. Most pedig akkor szóljon Ágikának dal. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, nagyon köszönöm, és érzem azt, hogy elismerik a munkámat, és hogy jó volt ezt csinálni, és érdemes volt csinálni. Úgyhogy érdemes volt. Én is nagyon szépen nekem is köszönöm. Jó volt. Köszönöm, hogy velem voltál az irodában, és aki jött minden felégig tejfel, és hogy együtt voltunk, és segítetted a munkámat, akár munkaidőn túl is, és... Igen. És én is csak hálás köszönetemet tudom kifejezni. Gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Ti kedvesek vagytok mindannyian. Szeretem veletek dolgozni, a FIFA mindenkivel dolgoztam, és hát megy az élet tovább. Jönnek a fiatalok, milyen ketyeget az óra. Tehát elteltek az évek évtizedek, itt az ideje, hogy most már pihenjek. És hát szerintem nagyon sok-sok szép napot töltöttünk mi itt együtt. Nektek nagyon jó munkát kívánok ezután erőben, egészségben. És akkor most ezt el szerettem volna mondani nektek, hogy én gyerekek között nagyon szeretek lenni. Rettenetesen fárasztó munka, ezt mindannyian tudjuk, de szerintem nagyon szép dolog gyerekeket nevelni, gondozni, ápolni, óvni, úgyhogy szerintem az egyik legszebb női szakma a miénk. És amikor jövök dolgozni, vagy jöttem, akkor mindig jöttem,
Jövök, megyek, mert várnak a gyerekek, és mindig azzal a motivációval, indikatással jöttem, hogy várnak a gyerekek. Úgyhogy ti is gondoljatok erre mindig, hogy várnak már a gyerekek titeket, és hát annyi szeretetet, amit a gyerekektől kapunk, az csodálatos. Tehát rendetlenek, rosszak, visítanak, mindent csinálnak, de annyi szeretetet, mint a gyerekektől, tehát már nem kaphatunk máshol. Úgyhogy nagyon minden jót kívánok nektek a továbbiakban, mert én is nagyon szerettem csinálni. Jó, és akkor most jöjjenek a gyerekek. Jöhetnek a gyerekek, búcsúzni a meséltél és meséltél, velem voltál örömömben, velem voltál boldog, velem voltál, ha sírtam, velem, ha kacsogtam. Meséltél és meséltél, igazakat szépet, kívántam, hogy a mesét sose érjen véget. Mit adtam én cserébe, te azt sose kérted, de talán a két szemem elárult a nékem. Szörvény felkegyes nék, mosolyó az hajnal, aranyszent ablakon, rendes, mint egy angyal, bingó-bingó zöld fűszer, szépen felöltözik, millión rózsában meg is törököszik, amennyi fűszer van a torka mezőben, annyi hát a szájon, Ági néni fejére. Köszönöm szépen! Fiatalon kezdted, úgy, ahogyan bárki, helyed az életben meg kellett találni. Emlékeid között örözöl sok-sok arcot, sikert, dicsőséget és keserű harcot. Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal, kívánok szerencsét egy jó nagy kalappal. Minden napjaiba előtt egészséget, szerető családot, örömet, szépséget. Várj valóra aztán minden olyan álmod, mire nem volt időd, és mi csak szíved vágyod. Sok tartalmas évet, maradj itt a földön, szavaimat tovább egymásban öltöm. Legyen meg mindenet úgy, ahogy kívánod, szeretettel ölel kedves óvodásod. Énekemet mondom kedvemre, kicsi nagy.
sárga volni, színpényeket tanulni, fölrepülve, ágon nőve, néked hódolnék. De mert madár nem vagyok, madárként sem szólhatok, búcsút intve csak őszinte szívet adhatok. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok, bizony, mindenki. És a suliba jó tanulást nektek, meg van közöttetek olyan, aki megy suliba. Bizony. Köszönjük szépen a kedves szülőknek is, hogy bejöttetek. Köszönjük szépen. Jó, és én még egy pár szót szeretnék mondani, kedves Ági néni. Én szeretném megköszönni ismételten magam és az intézmény dolgozói és a vendégek és mindenki, aki jelen van, mindenkinek a nevében a hosszú évtizedes, sok évtizedes kitartó munkádat, az együttműködésedet, a segítőkészségedet és azt, hogy nap mint nap számíthatunk rád, nyugdíjas éveidre. Szeretnénk sok boldogságot, sok-sok örömet, jó egészséget, és nagyon sok pihenést kívánni. Fogadj tőlünk szeretettel ezt a kis ajándékot. Köszönöm szépen. Ennyi mindenki. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek. Egyetek, igyatok mindent, tegyünk, ígyunk meg. Úgyhogy, hát nagyon aranyosak vagyok. Nem mondtam, már ti sok unokát. Várjál, annyi mindent kaptam, és még ma éppen mondtam, az én koromban nincs unokám, úgyhogy ez szégyen. Én nem lehetek semmit az ügyéltek.